43. rész, mióta kint van a Next Gen Update, azóta csapatjuk már a Witcher-t, és hát, ha minden igaz, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy most már Skellige-n csak 2 küldetés van hátra. Jelenleg a játék egyébként 60,9%-on áll, hogyha a Gwent-es küldiket nem nézzük, mert azokat én nagyon bénán, vagy még bénában tudom trackelni. Szóval, ha azokat nem nézzük, akkor már csak 2 küldetés van hátra Skellige-n. Az egyik a King's Gambit, a másik pedig a Coronation, ami a King's Gambitnek a folytatása. Tehát, hogyha ezeket megcsináljuk, még így az Ugly Baby-s, ronda babás, humás küldetés előtt, akkor kész lesz a játék. Olyan szempontból, hogy hát így megcsinálunk mindent, amit csak lehet. A ronda baba előtt. Mert a ronda baba után nagyjából 20-30 quest van, ami főleg ilyen főküldetés jellegű, ilyen story küldetés, ami már a befejezés. A játék befejezése. Úgyhogy, hát ez vár ránk ma. Koronázás, és hogyha minden jól megy, akkor a ronda babázás. Attól függ, hogy mennyi időnk lesz mindenre. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Ja, és gwentezni is fogunk. Igen. Hogy áll a felszerelésünk. Oké. Okay. Jó. Jó vagyunk. Szóval királyi húzás. Szerintem velük tudunk velük játszani. Nyerjen egy egyedi lapot űrült Lugosztól, és el lehet egy egyedi lapot a Kraken Crate-től is. És ilyet mi miért nem csináltunk vajon? Miért nem csináltunk ilyet, srácok? Hát teljes mértékben értetetlen a... Értetetlenül állok most itt. Szóval ez a Skellige-si stílus. Itt lehet Hermiontól, Kraken Crate-től, Grammys-től, Shustától és Madman Lugosztól. Jó. Geralt. Fákját. Na mi van? Wow. Szia, Carl. A fiad szép munkát végzett az elmok barlangjában. Your son did well in the Cave of Dreams. Miért mondod el ezt nekem? Hát okom van azt hinni, hogy alábecsülöd őt. Mi? Nyavajgott neked? Ó, micsoda szégyen, ha meglátom, kifogom. Semmit nem mondott, ez csak... Hát elég nyilvánvaló. Igen, a Kána, te fiad. Te és Krak. Hogy jöttök ki? Két klán egy szigeten, kemény dolog szomszédnak lennie közel egymáshoz. Szomszéd az, aki a közelben lakik, nem aki elvette a fél otthonodat. Az Ankréték elvették a földünket! Sánta Harald idején, az 3 évszázaddal ezelőtt volt. Az még nem változtat azon, hogy nem volt joguk hozzá. Egyszer még kiírtom Arcskelligről a Krak írmagját is. Pontosan miért hívnak őrültnek? Just out of curiosity, why do they call you madman? Ezért. Oké. Okay. Jó. Akkor Gwent játszunk? Gwent.
know the game? Szarnak es irányok szirdekről? Lássuk a partlidat! Unalmas volt ez a nap? A tét az én katakanom. Játszunk. Show me what you can do. Ó, szörnyek. Léci legyen fagyasztás, eddig nincsen. Ez egy szörnyű kéz. Ez az üvöltést és szinkronizálhattad volna? Ez borzalmas kéz. Hogy lehet ilyen szörnyű kezünk? Na hát ez jó. Az jó. Kérünk egy napsütést. Tessék. Feladjam. Mármint, hogy passzol. Na. Na, srácok. Égetünk egy... Nem tudunk égetni. Hát ez ciki. Ez ciki. Ez egy ötös rémsáska. Jó. Csak így hátja hátrányba leszek, de igazából nyerünk. Nézzük, hogy mi van neki, mi az utolsó négy kártyája. Hívunk egy nullásat. És azt mondom nektek, hogy tízes. Bár így a felperzselést nem fogom tudni elhasználni. Semmi gond, ő elhasználta. A felperzselést ismét nem fogom tudni elhasználni, de ő még elhasználhatja. És... most még lehet szerencsénk. Bár az a helyzet, hogy nem lesz szerencsénk, mert neki még van egy lapja. Na nézzük.
mi az utolsó lapja? Hogyha nem szörny lap, akkor nyertünk. Na nézzük. Ho, ho, ho! Wow! Szívesen kiontanám a beledet, de akkor azt mondanák, nyugodj csak még őrültebb lett. Itt az én katakanom és tűnés. Ott is van. Ott is van. Hú! Hát ezt nem gondoltam volna, sikerül. Csokkoló, nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot. Mindjárt egy év repül az idő, mindig várom, hogy a Witcherrel játsz. Hát azt én is mindig nagyon várom. Jó kis Witcher. Három lap. Három lap hiányzik. Köszi szépen a pergetést, köszi, köszi. Nézd meg, nem tudunk kigurulni. Nekem egy játék nem mondja meg, hogy hol gurulhatok ki és hol nem. Na. Megmásza. Na, hát csak ki tudtam élni úgy, ahogy én akartam. Köszi szépen Marci neked is a pergetést. Köszi, köszi. Na hát most bízunk abban, hogy nem kezdődik el a küldetés. Mindegy. Geralt mester, egy őr vett észre a toronyból. Engem küldtek, hogy kaput nyissak. Miért van zárva a kapu? Ez a írászkeli vendég szeretet? Nem, hagyomány, a lakom meg utána járlok, királyt választanak, s addig a kapuknak zárva kell maradniuk. Csak Skellige fiai és lányai tartózkodhatnak a várban. Na, akkor egy pillanat, már is átugrunk itt a küldire, a King's Gambitre. Azt mondja, hogy ha ezt a küldit elkezdjük, akkor a másodlagos küldetés a Stranger in a Strange Land, illetve a Cave of Dreams, az így... Azt már így nem csinálhatjuk meg, de én szerencsére mindkettőt megcsináltam, úgyhogy... Ezzel nem lesz problémánk. Illetve ez a küldetés félelni fog, hogyha... Nem csinálom meg a The Isle of Mists küldetés előtt. Illetve azt is írják, hogy érdemes minden ökölharcot megcsinálni, mielőtt még Krakkal beszélnék. De... Ezek másféle ököl arcok. Jó, oké, akkor ez még odér basz. Szóval, Krak kivételtett velem? Krak make an exception just for me. Mindenki tudja, mit tettél Szeriszért és Jálmárért. Ma te is közénk tartozol. Gyere, Krak vár! Milyen a hangulatod abban? Nyugodt, túl nyugodt. Hogyhogy? Van egy szólás mifelünk. Egy jó lakomán mésőr és a vér egyforma mennyiségben folyik. Ezt bizonyára barbár szokásnak tartják a szárazföldön, nem? Nem tudom, kedved, mert valóbb, mint az unalmas bankettek és fogadások tele udvari intrikákkal.
Rere Astronomist. Nekem is ugyanannyi jogom van hozzá. Én meg el is várom, hogy támogass, ne ellopd a szövetségeseimet. Ha egy Enkrét viseli a koronát, akkor neked kellene? Csak mert fejhencik az állad azért? Talán ha te is neveztenél, a járnok jobban hallgatnának rád. Beverjem a képed, nem feledleg utóbb én maradtam talpon. Igen, akkor harconelvem a Wild Karlok ellen? Vajon melyikünk lenne jobb? Te vagy Hjalmar, az óriás ölöm. Elég már a hencegésedből. Ceres! Hey, a francba! Ezt elszúrtad. Azt hiszed, nem tudom? De hát te is láttad. Olyan... makacs? Harcias konok? Nem hallgat senkire? Pontosan! Igazán vád, Ceres és én, mintha ikrek lennénk. Hol van Krak? A járókkal tárgyal? Nem, a szobájába ment. Bizonyára azért, hogy előkészítse az ajándékokat. Ajándékodat. Van egy kis időd, Witcher? Volna kedved egy kis bunyózás, hogy a Wild Karlokkal? Kilazítani? Valamit? Valamit kilazítani. Azt mondják, hogy itt érdemes ezekbe az ökölharcokba részt venni. Hjalmar, figyelj csak! Fókaszar! Nézd, megvan az összes fogam? A legtöbb, jól helyben hagyott. Mit nevetsz, téged is elvertek volna? Kétlem. Valóban fogadunk? Üsd ki akár csak egy vilkát és tiéd a kardom. Hogy jársz, mint én, megkapom a tiédet. Wild Karlok, azok kik? Vademberek, ma hegyek közt élnek. Juhászok? Ja, juhok nélkül vadászatba élnek, csak azt teszik meg, amit megölnek, és keményebben harcolnak bárki másnál. Rendben. Szóval itt azt írják, hogy ha legyőzünk egy vilkát ökölharcba, akkor elnyerjük Hjalmar kardját, hogyha vesztünk, akkor... akkor Geralt odaadja a kardját, vagy fizet 350-et. Rendben. Csomagold a kardod! Ne igyál el előre a medve vőrére, farkas! Hallottam, kihívókat keresel egy kis ökölharcra. Kihívókat? Ezek nem kihívások. Azért jöttünk, hogy üssünk, amíg vörös nem lesz az öklünk a vértől. Le rajta! Örömmel! Az komoly. Hoppá! Jól ütsz! Keményen! Hogy mosolygod, Geralt? Micsoda küzdelem volt! Úgy szájba verte, csoda, hogy nem esett le a fejem! Hát, elvesztettem a fogadást, de a látvány megérte. Tessék, remélem jól fog szolgálni. Hjalmar acélkardja.
Ott is van. Na nézzük, hogy mit kaptunk. Ott van. 185% kritikus sebzés bónusza. Ott egy elérhető küldetés. Hallottam, kívókat keresel egy kis ökölharcra. Kívókat, ezek nem kihívások. Igen, ezt már mondta. Igen. Rajta. Ennek most mi értelme? Szerintem nem a küldetést indítottam el. Hűrét csinálok belőled! What? Lost your nerve? Rajta, következő. Just warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. Megeszem a beled. Nem vertél volna meg, ha nem hittem volna már 5 korsóval. Örömmel harcolok valaki józanabbal. Fiatal még az éjszaka, van még józanabb. Miért kapott vissza kézbe? Pathetic. Fiatal még az éjszaka, azt most látom délelőtt 10 van. Szerintem ő beszorult. Mégse szorult be. Jól arzol szárazföldi léted rám. Friends, we show heart, foes, két XP. És ennyi? Jó. Azt írják, hogy minden egyes ökölharc 50 XP-t ad. Gondolom, mivel kiszinti a küldetés, ezért nem adott 50-et, csak 2-t. Jó. Emlékeim szerint most ezért amúgy Krak be fog szólni, hogy itt verekedtünk. Ja, amúgy ez a küldetés azt mondja, hogy Geraltnak hála Hjalmar és Ceres dacolt a halállal és hírnevet szerzett. Így sokat javítottak esélyeiken a Skellige trónjáért folyó vetélkedésben. Krak úgy gondolta a hír pompás ürügy egy nagy mulatságra, miközben Skaldok éneklik az ifjú enkréteket dicsőítő dalokat, és Sertől meg hústól roskadozó asztalok győzik meg a még mindig tétovázó szigetlakókat arról, hogy ezt a bőkezű és hatalmas családot támogassák. Geraltot is meghívták az ünnepségre, ahol számíthatott a Krak háláját jelképező ajándékra. Greetings, Berna.
Üdőbirna, nem ízlik a lakomam? Ez nem lakoma. Ez falusi piac, ahová szavazatokat hoztak eladni, mint a birkabőrt. Svarnike nem kéri a támogatást? Bran fia nem fog könyörögni egy koronáért, ami jók szerint őt illeti. Amennyire én tudom, a koronát az kapja, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Ez a hagyomány, de nem minden hagyomány jó. Melyik családra gondoltál? Persze, Bran volt Skellige legjobb királya évszázadok óta, a trón Skyridge-et illetni, vér szerinti leszármazottát, majd az ő fiaira kellene szálljon. Mi a gond a királyválasztással? Gyárd körbe és hallgass, mit mondanak. A jelöltek már ígérgetnek, földeket osztanak, előjókokat biztosítanak, címkéket, kedvező illetékeket. Úgy viselkednek, mint a szajhák, akik minden arra járó előtt felibentik a szoknyájukat. Aki szavazással lesz király, az nem uralkodó, hanem adós. Ennek véget kell vetni. Bran elsőszülött fiát kell a trónra ültetni. Remélem a jarlok is látni fogják ennek a bölcsességét. Ha. Hoppá. Ugye megnézem, hogy milyen endingek lehetnek. Na. Wow. De durva. De durva, most nézem, srácok, három uralkodója lehet Skellige-nek. Svarrige Bran, ez akkor is ő lesz az uralkodó, hogyha nem csináljuk meg ezt a küldit. Mármint, hogyha nem csináljuk meg az Endcrate-es küldiket, most már megcsináltuk, nem tudom, hogy ilyenkor mi lenne az ending. De hogyha nem támogatjuk az Endcrate-eket, akkor Svarrige Bran lesz az uralkodó. De durva. Amúgy én Ceres uralkodása mellett voksoltam az elején, de nem tudtam amúgy, hogy hogy így ki ez a Bran, mármint ki ez a Svarrige. Úgyhogy most épp azt nézem. Tehát azt mondja, hogy ha Brent választjuk, akkor ő felszámolja az összes egyéni hűbérbirtokat egy központosított kormányzó erő javára. Tehát rengeteg polgárt feláldoznak azért, hogy a véres hódítást teret nyerjen. Nem néztem még ezt az Overdrive Ray Tracing modot a Cyberpunkhoz, Marci. Nem néztem. De érdekes. A héten vége a melónak. Na, tök jó, Ben. És mi a terved? Utána olvastam, srácok. Én még mindig maradok a Ceres-es endingnél. Elhagyod Kertroldét? Holnap hajnalban. Érezd jól magad, Geralt uram. Aludni Poelská lett, amen. Nice. Szia, Neomer. Szevasztok, srácok. Szabad. Sőt, kötelező, gyere már, vártalak. Kedvedre való a lakom, amúgy azt mondta, hogy gyere, már vártalak. Jobb, mint a bálok a szárazföldön? Határozottan több az ital. Az igaz, mindent kigurítottam a pincéből. Dupla mélysör, szintra észírva pálinka, malkamicefre, ami égeti a szád, mint a forró víz. Az Uncrate Clan tudja, mi az a vendéglátás. Clan on Crate knows the meaning of hospitality.
Nagyon durva, mint a másik játék lenne, igaz, hogy DLSS nélkül 40-90-nál 20 az FPS. Hát akkor oda még kell egy pár generációváltás, Marci. Te is bírna, miről? Te is bírna, beszéltetek, miről? Saw you talking to Berna. What about? Politics. Politikáról. Végül is semmi más nem érdekli. A Nimber arról próbált meggyőzni, hogy tiszteletbe kell tartani Bren emlékét, és e célból rá kellene parancsolnom a sarjaimért, hogy lépjenek vissza a koronáért folytatott versenytől. Támogassák inkább Svarnigét. Svarnigget, igen, azt akartam mondani. Mi a hátsó szándékod? Something tells me there's a purpose to your hospitality. Bizonyám, a szigeteken a mésőr és a hús leginkább annyi támogatást képes szerezni, mint a fegyverrel végrehajtott tettek. Ha ez igaz, megnyugodhatsz a választással kapcsolatban. Majd holnap nyugodt leszek, ha a korona egyik gyermekem fején fog pihenni. Nem tépődsz Hjalmar és Ceres miatt? Feeling torn between Hjalmar and Ceres. Ugyeted, van-e kedvencem? Nincs. Különböznek, mint tűz és víz. De Ankrét vér folyik az erejében. Ankrét. Hallgatnának az emberek egy asszonyra? A pár hónapja kérdett, biztosan nevettem volna rajta. De ma azt látom, és ezzel nem vagyok egyedül, hogy Ceres olyan különleges dologgal bír, ami ritkaság a szigeteken. Türelmes. Mások előbb cselekszenek, aztán gondolkoznak. Ő más. Végig gondolja az előnyöket és a hátrányokat. Aztán, ha a tettek mezeire lép, senki sem állíthatja meg. Jár már kicsit indulatos királynak. Hjalmar's not too hot-headed to be king. Attól függ, milyen uralkodóra gondolsz, ha olyanra, aki követeket küld, figurákat tologat egy térképen, a legtöbb profittal kecsegtető lehetőséget latolgatja, akkor igen, forró fejű. De Skellige-nek másfajta uralkodó kell. Olyan, aki vérbe folytja a Nilfgaardot és nem adja meg magát. Hjalmar ilyen. A fokozzátok a támadásokat, idővel felbeszítitek Emirt. Egy napon még megbánhatjátok. Skellige-n megvetjük a béke minden áron hozzáállást. Most ebben a ligában kezdtél el először poézni, Ben? A jutalmam. Ha segítek a gyerekeidnek. És meg is tartom a szavamat. Tessék, ez a csecsebecse nemzedékek óta a családé volt. Neked adom, amiért segítettél megőrizni a vérvonalat. Gyönyörű munka, köszönöm! Nekem... Lugos, Lugos, Lugos! XP. Hallod ezt a fenébe? Hjalmar megint bunyóba keveredett. Megkaptuk a fegyvert. Sors. Maci? Győzz le a medvéket! Ja, hogy több is van! Jó, mindjárt nyomod! Jó, és akkor van még egy. Hát figyelj amúgy, Ben. Az első karaktered... Az első pár karaktered, inkább úgy mondom, az mindenféleképpen ilyen tanuló karakter lesz a poéba. Azzal számolj. Amúgy... Itt az előbb kért, hogy 25 XP. Na mivel ez egy 19-es quest,
és mi 29-esek vagyunk a 25 XP-ből, tehát nem 25 XP-t kellett volna kapni, hanem 500-at. És ezért pedig 300-at kellett volna. A kötést, valaki hozzon gyolcsot, meg kell állítani a vérzést. Fogd a köpenyemet. Tarts ki, fiam, tarts ki. Egyszer a cápa megmarta a lábam. Halbjon? Meghalt. Krak, honnan jöttek azok a medvék, mi? Válaszolj most! Vigyázz, hogy beszél, hogy beszélsz az apámmal. Tedd el a pengidet, kölyök, különben Krak is elveszíti a fiát. Sértegesz, Lugosz, aztán még a fiamat is fenyegeted? Ezt nem tűröm! Akkor gyere ide rajta! Végzek vele, mint egy veszett kutyával! Higgadjatok le, nyugassatok, elég vér folyt már! Valaki ide küldte ezeket a bestiákat, hogy megölje a fiainkat és testvéreinket. Az életüket nem adhatjuk vissza. De meg kell busztulnunk őket. Ennek a terhe a házigazdára és a fiaira hárul. Talán meg ki volt a bűnös Enkrét. Találd meg és öld meg, különben 100 nemzedékre ellekárhozik a véred. Látta valaki, hogy jöttek be a medvék? Nem számít, már tudom, hogy hol keresem a bűnöst. Várj, megőrültél? Ölni akarsz, mielőtt megtudnánk, mi történt? Tudj meg, amit amennyit akarsz. Addig én lemosom a szégyent a klánunkról. Hé, hey, a járok nem hallanak. Ne jelzz a hőstény, egy percig és gondolkozz. A becsületünk a tét húgom. Nem várhatok. Figyelj te rám, valaki beengedte a medvéket. Tudnunk kell, ki volt az, és a válasz ebben a teremben van. És akkor most lehet oldalt választani. Jó kis toxic rain ballistát nyomsz. Én eddig csak mágusoztam a poéban. Basszus. Ó, basszus. Nem akarom Jálmárt, mármint, hogy így nekem Szerisz sokkal szimpatikusabb. De amúgy tökre érdekelne, hogy milyen a Jálmáros. Az a baj, hogy ebben a döntésben az egyik a helyes, a másik pedig sokkal izgisebb. Ja, én a Hjálmárosot sose láttam még. De már az elején elmondtam nektek, hogy én Szeriszt akarom a trónra, és ez igazából csak azért vacilálok ezen. Hát nyilván Szerisz mellett fogok dönteni, csak szívás, hogy nem látom a másik oldalt. Diablo 4-ben mit fogok kezdeni? Hát, vagy a Wizard, vagy a Necro. Valamelyik a kettő közül. Megnézzük YouTube-on. Képzeljétek amúgy, egy kis info, egy kis érdekesség ezzel a küldivel kapcsolatban. Hogyha Jálmárt válasszátok,
akkor van egy kérdőjel a térképen, amit nem fogtok tudni felvenni. Viszont, hogyha Ceriszt választjátok, akkor plusz egy skill pont. Ezért lenyomjuk a Ceriszeset. Jó, amúgy nem tudom, hogy van-e mentésünk. Nem tudom, hogy hol a mentésünk. De jó, lenyomjuk amúgy mindkettőt, jó? Azért ezek nem olyan rövidek. Nem baj. Ma, a mai napot úgyis a koronázásra szántam. Lenyomjuk a jármárosat, aztán lenyomjuk a szerészeset, és akkor az lesz a... az lesz, tehát hogy megnézzük. Jelmárral tartok. Nem tudom hova, de vele megyek. Tudtam, hogy nem fordítasz hátat egy kis kalandnak. Én maradok. Valakinek intéznie is kell a dolgokat. Gyógyítót hívni, gondoskodni az elesettekről. Farkas, köszönöm neked. Fornhalába lovaglunk. Vágtában. Mindjárt mentünk, meg visszatöltünk, meg ilyenek, hogy ugye legyen mentési pontunk mindenre. Fordhala néhány órával később. Itt vagyunk. Miért? Elmagyarázod végre, mit keresünk itt? Emlékszel azokra a vademberekre, akikkel verekedtem, a Wild Carlokra? Talán említetted, amikor beléptem. Ez Fornhala, a falujuk. Ők változtak medvévé, mintha a berzerkerek legendájában. A saját szememmel láttam. Mindenki más Lugosz bámultam. Azt állította, le tud küldeni egy hordósört egy hajtásra. Miért nem mondtad rögtön? Mert veszekedni kezdtek volna, kérdezősködni, civakodni. A szavak nem törlik le a szégyent a klánom nevéről, csak a tettek. Mit tudsz róluk? Nem tagjai egyetlen klánnak sem. Nincsenek asszonyaik és gyermekeik. Akkor hogyan gyarapodnak? A földből nő neki? Nem. Azok, akik a harcnak szentelik az életüket, csatlakoznak hozzájuk. Nyaranta vadásznak, portyáznak, telente a ballangban alszanak a medvékkel. Legalábbis az emberek ezt mondják. Gyanítom, hogy a többi... Több mint pletyka. És most? Egyszerű. Mi vendégül láttuk a Wild Carlokat, inni adtunk nekik, ők pedig vérünket ontották. Ezért most fizetniük kell. Vérrel. Egyszerű tervből tetszik? Na nézzük. Igen. Legalább egy élvel kell, én azt mondom. Hogy tanúskodjék, mielőtt? Ez nem a szárazföld, Witcher! Nem kell bíróság, hogy igazságot szolgáltassunk. Meggondolkodtál azon, hogy talán valaki rászett őket és felhasznált őket? Akkor azért halnak meg, mert ostobák voltak. Elég a szócsépésből, gyerünk! Na, és akkor nyomunk most egy mentést. Kösz. Akkor most egy mentést. Most nyomunk egy betöltést. 54-49, és van itt egy 54-31. Nem tudom, melyik kell nekünk. Ide, itt is kell nyomnunk egy mentést. Bár ez egy olyan pont, ahol nem lehet nyomni mentést. Aha. Tehát ez nem olyan mentési pont. Ott van egy gyors mentésünk. Aha. Jó, hát akkor a gyors mentésen nyomunk egy nagy mentést. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse,
was the key to finding the young woman. Egy pillanat, srácok. Basszus, és itt még a verekedésünk sincs meg. Na mindegy. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was a key to finding the young woman. És akkor majd közben mondogathatjuk, hogy Ceriszért, Ceriszért tettük. És megnézzük, hogy ott van a mentésünk, ott van, mindkettő ott van, nagyszerű. Itt nincs senki, elszaladtak, tudták, hogy jönni fognak. Furcsa, amit mondtál az alapján, nem tűntek gyávának. Nézzünk körül. Talán itt lehetnek. A közelben. Nézd, ott fönt egy holttest, ha jól látom. Meg kell vizsgálni. A halálba zuhant. Ez itt nekem nem tűnik Wilkárnak. Biz igaz. Vékonyabb a válla, nincs tetoválása. Érdekes. Ja, amúgy ez teljesen feleslegesen lootoljuk. Ez a mentés úgyis vissza lesz tartva. Ismeretlen Skellige szokás? Ha az, nekem is új. Ruhák, hat emberém, csak egy test. Egy ősi szentély, rúnákkal borítva. Ismerem a jeleket, őseink nyelven. Svalblod. A francba. Mi az? Egy név? Igen, egy istenség, akinek tiszteletet tiltott. Minden neki állított oltár évekkel ezelőtt leromboltak. Az ő dicsőítő papokat megkötözték és vitorla nélküli csónakokba kitolták őket a tengerre. Miért fordultatok Svalblod ellen? What did this deity do to earn condemnation? Him? Ő? Semmit. A követői folytatták majdnem vérbe Skelligét. Tudod, Svalblod véráldozatot követel, emberáldozatot. Kardot kézbe vicsár. Furcsa szag, kicsit mint a füstölőjé, kicsit mint a csalié, amit mi vicserek használunk. Mire? Medvére. Olyan az orrod, mint a vérebeké. Jó, kövess! Az a gond, meditálnunk kell egy kicsit, hogy a párlatot be tudjuk tolni. Most már mehetünk. Kövesd a nyomot. Na várjál, ott van valaki. Sebek borítják a testét, de nem elvérzett. Valaki átörte a nyakát. Kivégezte. Mi a fene folyt itt? Se női ruhák, se játékok. Szárított gombák, badargomba azt hiszem. Geralt, hagyd már abba a keresgélést! Vér és ebbe keverékem. Nézd, valaki átsétált rajta. Imok felfelé vezetnek. Hmm.
Emberi skalpok. Szokatlan dekoráció. Csapolt egy medve bőrszőnyeg alatt. Klasszikus. Gyerünk, nyisd ki! Erős füstölő illat van. Okádom kell, mintha... Psst, hallod? Zaj lentről. Végre! A 10 XP, amiért amúgy 200 járna. A halált keresitek? Nem, a bosszút! És válaszokat? Miért nem adtátok meg Kertroldért? Nem gyilkolni jöttünk a lakomára, de nem bántuk meg, ami itt történt. Minden nyájban vannak gyenge példányok. Meg kell halniuk, hogy helyet adjanak az erősebb vérnek. Mint azok a hullák, amiket találtunk? Igen, aki csatlakozni akar hozzánk, azok hatósával belépnek a medvekörbe. Csak hármat fogadunk be. A gyengék az életüket áldozzák, az erősek új életet kezdenek. Erősebb vér, miről beszélsz? Egy nőstény medvéről és a kölykéről. Eleget beszélgettünk. Helyes. Fáraszt a beszéd. Maci Laci előbújik. Sejtettem. Gyere, gyere, hopp! Kapsz egy kis tízet. Jó. Berserkerből volt benne. Hát többet nem szedünk ki belőle. Nem is kell, minden tiszta. Vért a vérért. Lehet, hogy összedolgoztak valakivel. Az Ankrétek mindig voltak ellenségei. Hadd támadjanak, úgy nézik, mint a Viet Carlok. Hangok, több is van távolabb. Remélem is, rajta! Miért olvasod fel a szöveget? Hát egyfajta... roleplay. Ez RPG játékok erről szólnak, hogy így hát szellemeljünk a játékba. A játéknak. Szeretem így végigjátszani a játékokat. Ja, meg igen, amúgy azért is olvasom fel, amit Istog is mond, hogy aki nem mindig tud ide pillantani, az is tudja, hogy miről van szó. Napközben azért rengetegen inkább csak hallgatják a streamet, mint sem nézik. Az ismerős csávó. Vagy csak hasonló arc. Láthatjuk a szertartást. Egy kis gomba? Ő is begombázik. Azt nézzétek, begombáznak. Begombáznak és medvévé válnak. Na hát akkor tudjátok mi a teendő, srácok. Egy kis gomba és rögtön. Nekem gyanús, hogy ezt a küldét nem csináltam.
A koronázást ki lehet hagyni, illetve ugye ezt a küldit is ki lehet hagyni, hogyha a másik oldalt választod. Ezt még én sem csináltam. Svalblod! 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 Megidézzük hatalmadat! Jaja, itt ugye ha Seris támogatod, akkor ez kimarad. Jöttek medvék, letépték a fejét ezeknek, és úgy néznek ki, mint ezek. Hú, basszus. Oké. 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 Mi van veled, kamera? A kamerás megint akciózik, srácok. A kamerás jól érzi magát. Szia, Viridiana. Szóval ki kell hallgatnunk a druidát. Jó, jobban lett a kamera. A kameramen. Jaj, gyere már, hát nem érünk rá egész napi izét csinálni a hülye küldidát. És én megnyitották Szablad imádatát, fővesztés terhe mellett. Micsoda? Honnan? Kertoldéból sejted, hogy miért vagyunk itt? Igen, olyan ügyben, amihez neked semmi között, mutás, büszkeség és becsület ügye. Ebben a mészárlásban nem volt becsület. Na, a tiéd, Jalmar. Didn't see any honor in what happened in Crax's castle. That was a massacre, plain and simple. Látsz a sötétben, mégis vak vagy. Skelligéért hontottuk azt a bért, egy királyért, akik büszkék lehetünk. Szarok a motivációtokra, mondj egy nevet! Előbb halok meg, mint sem megmondjam. Az igen. Hát mi van veled, varázsló? Ébredj és kóstold meg a vért. Az gond. Jön a Maci Laci. Ne varázsolgass itt nekem, légy szíves. Égj! Égj! Nem félek a haláltól, ezt becsülöm... Nem féltek a haláltól, ezt becsülöm bennük. A levél. Kiderül, hogy a vilkárlók csak az oktalan bábok. Artis a druida lett volna az új király tanácsadója. Olcsó jutalom, hogy a vilkárlókat felcsempészte a vendég listára, amivel a vérontást előidéztem. Ki írta? Senki. Névtelen. Igazad volt. Valaki más van-e mögött, az egész szörnyűség mögött. Gyanúsított? Sokan vágynak a trónra, de nem ismerek senkit, aki ilyen mélyre süllyedne. Akárki is az újra lecsaphat. Én pedig résen leszek. És most? Elmondom a jarloknak, mit találtunk, remélem elég, hogy tisztázza a klánunk nevét. Gyere, itt végeztünk. Kertrold erőd néhány órával később.
Ők támadtak meg minket, a Wild Carlok. Azt állítod, medvévé változtak, hogy ők a berzerkerek, akikről a dadusok meséltek nekünk? Ezt mondod? Láttam őket átváltozni a saját szememmel. Látod Freyát is vadkanon lovagolni? Annyit tudtál meg, mint a nővéred, vagy semmit. Kezeskedem Hjalmar szabáért. Miért hinnék neked? Te is csak az enkrétek lakája vagy. És Witcher ismeri a bestiákat, beleértve az alakváltókat is. Folytasd, Hjalmar. Mit? Megtaláltam az árulókat, bosszút álltam rajtuk, ez minden. Nem, a Wild Carlok összedolgoztak valakivel, ezt a levelet találtuk egyiküknél. Micsoda tisztelet övezi a Witchereket, tök jó. Elég homályos, nem azonosítja az illetőt. Nem ezért gyűltünk össze. Lemostad a gyalázatot az ellenségeid vérével, Hjalmar. Mint a legidősebb Jarl, ezzel tisztázom a klánod nevét. Távozzunk békében. Szóval igaz, medvévé változott harcosok. Azt mondanám, épp ellenkezőleg, láttam az átalakulási rituáléjukat. Nálunk a főfiak próbálja kihömpöly ahhoz képest. A vétkánok megbűnhődtek, te is jel már előre gondoskodtatok, de az igazi jelenségünk még mindig szabadon jár. Érzem, hogy nehéz idők válnak Skellige-re. De elég ebből, akármi vár is ránk, elviseljük. Köszönöm, Geralt, ismét. Szükségtelen. Ismét. Ne légy a szerénységből, ez a hősök földje. Ez majd emlékeztet rám. Most pedig Gedinit-be kell lovagolnom a jálok tanácsára. Ideje királyt választani. Mit gondolsz, ki lesz a trón? Gyere velem, lásd meg magad. Mindenki meghallgathatja a tanácskozásunkat. Igazából mennyi. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Rugosz karakterét nagyon jól eltalálták, ütni, mikor megszólal. Nézzük meg a B oldalt. Sajnos, mivel nem mentettem, újra kell verekednünk. Ja, tetszett, izgi volt ez a küldi, főleg azért, mert még nem láttam. Köszi, köszi. Nagyon tetszik egyébként, hogy a Cyberpunkban sokkal királyabb lett a bunyózás. De ez a bunyózás, ez ilyen... Van, de... Minek? Bármint, hogy így... Ameddig rá nem jössz arra, hogy nyomod a perizést, addig így nehéz. De onnantól meg már így... Semmi kihívás. Na, achievement. Wow! Kermor Eni kiképzéses achievementet kaptunk, az micsoda? Na és akkor itt az utolsó.
Azért durva, hogy 29-esként is a 18-as ilyen lassan hal. What? Lost your nerve? You fight good. No. Friends we show heart, foes our axe. Szóval, hajts végre 10 hatékony ellentámadás sorozatban védekezés vagy sebződés nélkül. Ez király achievement. 3 cukorka. Fresh meat! Ja, hát ez a... Ez a jánmáros küldi izgi volt, de hogy így olyan... elvaratlan. Ezeket így végigzongorázom. Szóval ez a Chelsea, ez a leendő királynak a, tehát ez a király felesége volt. Vagy legalábbis a király felesége. Gotikokban meg az egész harc csak addig volt kíváns, amíg rá nem jöttem, hogy a hátra lépkedés egyenlő iframe. Komolyan? A gotikok maradtak nekem. Az a gond, még a macikat is le kell győzni. Hogy arrébb ment az a medve? Ja, mindegy, meghalt zsír. Ezt is itt elszkippeljük. Lehet-e valaki? Senkitek, Ceres. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Köszönöm. Bye. Rendben. Találkozunk, ha visszatértem az áruló fejével. Én maradok. Valakinek intéznie is kell a dolgokat. Gyógyítót hívni, gondoskodni az elesettekről. Farkas, köszönöm neked. Láttál már ehhez hasonlót? Nem, és remélem nem is fogok. Honnan jöttek a medvék? Mint énekeltünk, mulatoztunk. Aztán hirtelen mészállás, vér a falakon. Ki halt meg? Drogadár, Dregbon, blabla, kékrevert Lugosz is. Túl sokan, hogy felsoroljam mind. Hallottam, hogy segítettél Lugosznak, na, hogy nekem is segítettél a furdalóval. Mindjárt felsorolni azokat a trón esélyeseket, akiket túlélték. Te, Jalmar és Svanridge. Mire célzol? Semmire. Még. Mi történt a támadás előtt? A fiatal Lugosz fogadott, hogy egy hajtásra megiszik egy hordó sört. Felmászott az asztalra, fogott egy nagy kancsó szintrai búza sört, és elkezdte felhajtani. A torka egészen feldúzott, az arca elvörösödött, de csak ívott tovább. A többiek elkezdték a korsolyukat ütni az asztal. Korsolyukkal ütni az asztalt, kántálták a nevét. Lugosz! Aztán a terem másik végében meghallottuk a morgást. Egyszerre fordultunk arra, mint a parancsszóra tettük volna. Akkor már ott voltak. A medvékhez legközelebb állóknak kardot rántani se volt idejük. Darabokra tépték őket. Megbosszoljuk őket, ígérem. Nézzünk körül.
Tudást, hogy mit találtál? Beszélek a többiekkel, valaki talán többet is látott. Azért így izgalmas ez a küldi, hogy így megcsináltuk mindkét oldalt. Tehát láttátok, hogy mire jött rá Ceres. És most... Most kiderül, hogy mi van a másik oldalon. Agyarnyomok, karomnyomok, törött csontok. Nehéz megmondani, hogy pontosan mi is ölte meg. Drogadár, Askeld utolsó dala volt. Szóval igaz a szóbeszéd, a harcidő begurult harcosok vadállatokká váltak. Berzerkerek, de hogy kerültek ide? Jól van, mi van itt? Megvizsgáljuk a fejét. A feje medve, de a nyelve rövid, mint az emberé. A pofájuknak mézlikör szaga van, és valami más, földillatú. A medvék szeretik a mézet, de még elnyesztés előtt. Különös. Megvizsgálod a törzset? Valami van a prémia alatt. Tetoválás. Medve macs formájú. Megvizsgálod a végtagokat? Régi heg. Úgy néz ki, összevarták. Hát igen, a medvék sebeit sűrűn szokták összevarni. Félig ember, félig medve, félig ember, mint a farkaskor. Nincs teli hold, valami más okozhatta az átváltozást, talán valami, amit ettek? Vagy ittak? Mésör. Mésör valami földes aromával. Ellenőrizni kell a kupákat, borsókat és kancsókat. Az összes kupa üres. Otrig. Francba, nem volt több kölyöknél. Ezt a macit már nem lehet megvizsgálni. A test felkoncolva, nehéz megmondani ki volt. Stengrim talán? Milyen sok seb, nem csoda, hogy hálból nálbérzett. Kancsó minden asztalnál, ebben mélysör, és csak az. Az ifjú Lugosz, a medvék meglepték, nem volt esélye védekezni. Jó, ez az utolsó a dolog, amit így meg lehet vizsgálni, ahogy látom a medvéken kívül. Földes illat a medve pofáján, valami gombaszerű. A kancsó üres, de a szaga levegőben van, és valonnan máshonnan is érezni a teremből. Itt, mésőr valamilyen gombával fűszerezve, és emberi vérrel. Ceres, gyere ide! Egy őr látta, mi történt. Nem medvék voltak, hanem emberek, akik medvévé váltak. Berzerkerek. Berzerker. A szkáldok így nevezik azokat a harcosokat, akik állatokká tudnak változni csata közben. Tündérmesék legendái, de úgy tűnik, lehet benne valami. Majdnem. Egy lakomán voltunk, nem csatatére. Van elképzelés, hogy mi okozhatta az átváltozást? Sör vérrel keverve, és még valamivel. Gombaféle lehet talán, de nem tudom melyik.
Fjord segíthet nála jobban, egyetlen druida sem ismeri a gombákokat. Gwint Skellige stílusban, hoppá. Na várjatok. Kettőzzétek meg az őrséget, kutassátok át a várat és az udvart, gyerünk! Hidd meg Geralt, minthogy Hjalmarral legyőztétek a jégóriást, olyan vagy nekem, mint egy közülünk való. Jelenik, mint egy Skellige, igen? Ankrét szív dobog benned. Szeretne Gwentet játszani? Ha, Hermione tanított rá és ő adott nekem paklit is. Szeretné játszani? Játsszunk! Szia Zodiák! Hali hali. Na hát... Nem a legjobb kéz. Na kezdünk egy ilyennel. Légy színe perzselj. Jó. DMZ-szél Zodiac. Na és hogy ment? Bár ahogy látom, nem jól. Na, most el kell égetnünk őt, és akkor megint fel tudjuk húzni. Örüppipi! Azt hittem, hogy az öreget melegyőzted. Nem, még nem. Hát ez ostoba! Konkrétan ostoba! Hát, hogy lehet elhasználni ezt a kártyát szörny pakliba? Hát konkrétan ostoba az ellenfelem. Jézus! Konkrétan ostoba, de hogy lehet ilyen ostoba? Na mindegy. Hát akkor mindegy. Na nézzük. Van egy csomó orvoslapom. Szóval van egy csomó orvoslapom. Tessék. Hát Hermione biztos nem erre tanította, hogy ostoba legyen, tehát hogy így ezt a lapot hogy lehetett letenni? Hát konkrétan lerakta a dermesztő fagyat szörnyként. Hát ostoba volt. Ostoba. Na tessék. Most akkor megverem az első körben. Hát hogyha ilyen keménybe vagyunk, akkor ezt is letesszük. Nagyon keménybe vagyunk, srácok. Ellenfeled passzolt, akkor jó. Egy lapja maradt. Egy. Hát... Én meg akartam nézni a második raidet, Zodiac, de nem találtunk még időt neki, de már fel van véve, mint terv.
egy hónapja. Valahogy úgy. Hát, ha nem is egy hónapja, pár hete. Mindjárt olvasom, amit írtál. Ügyes vagy! Tudod, mit, farkas? Van nekem itt egy ritka lapom. De csak el, te nagyobb hasznát veszed. Kösz? Megfontolhatnád, hogy hívsz egy illetőt Kertrolde faluban. Érdemes ellenfél, nohol... Csupán Szabó. Schuster a neve. Kaptunk egy Draug kártyát, és frissült a Gwyn Skellige stílusban. És kaptunk 25 XP-t. Tehát a Schuster, aki vágja a hajam, ő ellene kellene játszanunk, azt mondja. Kettő. Na, hát ha minden igaz, ha elverjük Schustert, az kettő lap, mert ő lesz az utolsót, akit elverhetünk, és hogyha őt elverjük, akkor ő odaadja nekünk a lapját, illetve a küldetésért járó lapot is megkapjuk, és akkor kész. Akkor kész. Akkor elvileg meg vagyunk. És fullos a pakling. Na de térjünk vissza, srácok, a királyi húzáshoz. Nálam a temeriai kémpalki volt a befutó. Kémezni nagyon jó, én is imádom. Én leteszem, igen, ma kifejezetten Mákon volt, fullos upgrade cuccok az operátoron, és megcsináltam három olyan nagy küldét, amit általában a kóba csinálnak az emberek. Egy kicsit irigyellek, Zodiac. Egy kicsit irigyellek. A DMZ-zés miatt. Én nem sok időt fordítottam még arra, sajnos. Pedig amúgy nagyon tetszik a koncepció, meg nagyon tetszenek a rédek is. Mi a helyzet a szigeteken? Mostanában, ha kinézel a tengeren, láthatod a napjukat egy vitorlán, amit farkas szemet néz vele. Még nem kaptunk el senkit a legénységükből, de bolondság lenne azt hinni, hogy készülnek, hogy nem készülnek valamire. Na várjál. Farkas szemet néz veled. Még nem kaptunk el senkit a legénységükből, de bolondság lenne azt hinni, hogy nem készülnek valamire. Van valami újság a lakomán történt mészállás ügyében? A vizsgálat még tart. Nem szeretnék elhamarkodottan ítélni. Jó, akkor megyünk tovább. Nyomunk is egy gyors mentést. És mehetünk tovább. Ez a mostani frissítés jót tett a DMZ-nek. A barter, az új mellények, a fegyver küldik. Birézgálod a fantáziám, Zodiac. Kérd meg Hjortot, hogy nézze meg a sörmintát. Szígyen! Ha ez Krak műve, letépem a fejét. Akiről Krak a bűn és a törvényeink szerint ítélkezünk majd fölöttem. Ja, aztán majd letépem a fejét. Ez őrült Lugosz volt? Gondoltam. Freya anyánk, a tenger nyerje el az árulókat, Freya úrnőnk. Freya, our mother, may the sea swallow the traitors. Freya, our lady. Mind if I interrupt? Zavaratok? Already have? Már zavarsz is. Mi van? Valaki megmérgezte az egyik sörös hordót, vérrel és még valamivel. Egy fűszerrel, vagy gombával. Ceris azt mondta, add a kelyhet. Ismerem az illatot. Gombaféle. Mardrom a neve. Te aztán ismered a növényeket. Ceris nem hazudott. Igen, különösen azokat, amik az elmére hatnak. Csillapítják vagy éber álmokat hoznak. Odalric éveken át szenvedett. Próbáltam neki segíteni, ahogy tudtam. Eleinte imával, aztán mákonyos tejjel. De most már nincs rá szüksége, igaz? Nem olyan egyszerű, de majd leszoktatjuk róla. Van köze a berzerkerekhez?
Igen, de csak a gyerekmesében emlegetik, amit elalvás előtt mondogatnak a szülők. Azok a harcosok, akik madrómét ettek, állítólag bestiává változtak, ha elfogta őket a harcidű. De ahogy mondtam csak, legenda, tudom, mégis hihetőbb, mint az, hogy a medvék egyszer csak ott teremtek a semmiből. Sose hallottam róla. A madromról. A Szárafödön másik neve van. Szadargomba, ha jól tudom. Hát persze, a parasztok használják fájdalomcsillapításra. Udarik is kipróbálta, de csak ritkán. Nagy adagba fogyasztva, látomásokat, rémálmokat okoz. Igen, arra volt a legkevésbé szükség. Köszönjük a segítségedet. Vér és marrom. Az emberi hús íze és egy látomásokat előidéző anyag. Az okozhatta a gyűkkitörést és talán az átalakulást is. Talán. Nehéz elinni, hogy valaki megmérgezte a sört pont a nagy teremben, mindenki szeme látára. Igazad van. Én segítettem a lakom előkészítésében. Talán azelőtt történt, hogy felosztuk volna az italt. Talán a pincében? Gyerünk, keresünk nyomokat! Na, Ceris, let's go! Gyorsan meg kell találnunk az árulókat, különben a harcosok a saját kezükbe veszik az ügyet. Mondod, hogy nyíltan megtámadnák Krakot? Az apámat is, vagy egymást is. A legszebb szelégi hagyomány szerint. Nem volt jó egy, micsoda, valami polgárháborúról beszélt Ceris. Tudtam, hogy gond lesz. Túl nyugodt volt minden. Vicces, Arnvald ugyanezt mondta. Hogy egy lakoma jó legyen, folyni a kessőrnek és épp úgy a vérnek is. Mondhatjuk, hogy teljesült a kívánsága. Ó, lót! Ó, igen! Sziasztok, hello! Ó, egy törött gerebje! Fett lót! Zárva a kulcs kell hozzá. Mondjátok, hogy itt találunk kulcsot. Milyen küldetés lehet itt, hogy megkapjuk valakinek a kulcsát. Mi? Te mit okoskodsz a Yennefer-ről? Ki volt ez? Ki beszélt itt a Yennefer-ről? Ez is tród. Érdekes. Szigorúan nyomozás miatt vesszük el ezt a sok lootot. Ezt lefoglalom, mint bizonyíték. Remélem, hogy Hjalmar valami hasznosat csinál, és nem csak a bajt keresi. Nyugi, a bátyát csak heves, de nem mostoba. Már egy picit? Mennyi bizonyíték? Ennyi bizonyíték nem fér el a zsebembe. Hát ez meg itt zárva van. Még jó is, hogy zárva van. A pincetúsok végébe tartjuk a mérget. Oda nem. Gyere, megmutatom. Gerált jobb, mint egy Dyson Power szívó? Micsoda bűz, ez vodka? Mahakamisesz, valaki tönkretett 5 hordónyit a legjobbból. Szerencs, hogy az apáknak máson jár az esze. Gerált, nyomja neki rendesen. Most menjek le én. Jó, tessék.
That's a relief. Mondta, hogy rögtön mögöttünk van, és Geralt ezt nyugtatónak véltem. Na mit mondasz, Geralt? This mead's clean. Ez tiszta. Aha. Érdekes. Érdekes, hogy az ott el van fedve. Az a bejárat. Itt sincs semmi. És ez? Vér és gomba. Gondolod, ki tudjuk deríteni, honnan jött a hordó? Máshogy néz ki. What the? Mi a? Shit. The spirit. Picsába a szesz! Don't intend to. Na, quit. Azt nézd. Milyen jó, hogy Geralt figyelt. Szóval valaki el a... Az istenekre, élve megékedtünk volna. Valaki átkozott, hogy gyorsan véget akar vetni a nyomozásunknak. Titkos átjáró? Inkább azt mondanám, ritkán használt. Mikor jármárral kicsik voltunk, itt játszottunk. Akkor egyszer. Ah, régi szép idők. Erőhely, hasznomra lehet. Kaptál egy képzettségpontot. Ha megtalálom azt a piromániást, gondoskodjunk. Ugyanazt a bejáratot használták, amit mi. Talán hagytak nyomokat. Talán, amikor az ajtó becsukodott és tűzütött ki. Te is hallottál üvegcsörömpölést? Nem, de nekem nincsenek Witcher érzékeim. Talán még azt is hallott, hogyan nő a hajam, hajam a tarkomon. Megpróbálok nem hallgatózni. Minden esetre a bejáratot érdemes ellenőrizni. Gyerünk! Szóval ez az az erőhely, amit ugye csak szerésszel lehet megszerezni. Tehát jármárral nem. És ugye ez a rész volt zárva, ide nem tudtunk már bejutni. Végre most már ezeket a bizonyítékokat is le tudjuk foglalni. Még az is lehet, hogy a gyilkos itt bujkál, srácok, muszáj megnézni. Aha, igen, ezt még el is oltattuk itt. Vizsgálj meg a pincehajtót, keress nyomokat. Temeri rozs vodka, azt figyeljétek. Valaki átsétált a kifolyt sörön. Hopp, én ezt nem akartam fölvenni, csak itt volt a lábnyom. Kívánni sem lehet szebb, tisztább lábnyomokat. Ragadósak a sörtől. A nyom megszakad, keresnünk kell valami más nyomot a közelben. Biztos levette a cipőjét. Érezhette, hogy elszakadt a ruhája, de sietett. Mi ez? Ranydarab? Nem, az nem lehet. Micsoda? Arvan tunikája, csak ő visel eférét. Biztos vagy benne? Láttam a nagycsarnokban a szolgálókkal. Gyerünk! Nézd, ő az! Hozlovat üldözőbe vesszük. Come on, Roach! Come on! Arvad, állj meg! Nem fog hallgatni ránk. Ha egyszer elkapom! Nincs esélyed! Majd meglátjuk! Come on, Roach!
Miért árultad el őket? Beszélj, vagy befejezem, amit elkezdtek! Egyetlen Ankrét sem ürhet Skellige trónján. Jobban ismerek titeket, mint a többiek. Forrófejűek, felelőtlenek vagytok! Skellige szegélyének stabilitása van szüksége, nem olyas valakire, aki egy halom részeg, akit egy halom részeg jár választ meg. Érdekes, sose hallottam, hogy említetted volna a fenntartásaidat, de tudom ki az, aki egyfolytában szajkózza. Birna Brenn az, ugye? Sose voltál jó hazudozó Árvád. Mi volt Birna indítéka? Egyértelmű. Azért tette, hogy megszabaduljon a többi trónkövetelőtől, és közben besározza a klánunk nevét. Ha sikerült volna neki, Sven is lett volna az egyetlen jelölt a trónra. Bizonyítékkel. A te szavaid Birnáéval szemben, az nem elég. Árvád, segíts nekünk és megkérem apámat, hogy méltó halált adjon neked. Ragaszkodni fogok hozzá. Vannak tőle leveleim, utasítások, hogyan mérgezzem meg a sört, de sose írta alá, nincs pecsét. Ez elég lesz? Elég kell legyen, nem késlekedhetünk. Ideje összehívni a járlokat. Szia 56-os, szia farkaskölyök. Összehívtam a járlokat tanácskozni, ahogy kérted Ceri Szentkrét. Azt állított, tudod ki Elkár Trodai mészállás mögött? Beszélj hát! Skellige fiainak és lányainak vére, kinek a lelkén szárad? Birna Brennén! A lány megőrült, gondolod bárki is hisz neked? Mérgezett ital szolgáltál fel a berzerkereknek. Tessék! Kárdról, de szolgálói nem az én parancsaimnak engedelmeskednek. A te apád szervezte a lakomát, ő hívta össze a vendégeket. Van rendszer a szavaiban. Van bármi bizonyítékod a vádaid alá támasztására? Jobb is. Van egy tanúm. Árvád. Ceris igazat szólt. Birna parancsolta meg, hogy mérgezze meg a méssel. Mikor Ceris és a Witcher lementek a pincébe. Elárultál minket? A klánt, ami befogadott? Remek emberek. Ő is csak egy az Ankrétek szolgája. Egy lakály. Azt mondja, amit parancsolnak neki. Hazudna értük, még akkor is, ha a fejével fizet érte. Birna igazat szól. Árvád Kártrótéban szolgál, amióta az eszemet tudom. Hűséges akár egyed? Kezeskedem Ceri szaváért. Az igazat mondja. Te, az Ankrétek másik lakája. Talán Ceri sábított el, hogy szövetkezz velük. El tudom képzelni, hogyan. Vagy rá fizetett le, hogy besározd a nevem. Mit mondtál? Higgadjatok lám. Amit Speakerugon láttam, az elég, hogy higgyek a Witchernek. Jobban, mint neked. Meg lehet, de ez nem bizonyíték a bűnösségemre. Menő. Odafigyeltek, hogy Speakerugan ott voltunk. Jobban vagy farkaskölyök? Van még bizonyítékunk. Got one more piece of evidence. A letter. Levél Birnától Árvádnak. Utasítja, hogy hogyan mérgezze meg a sört. Nincs rajta az aláírásom, nincs rajta a pecsétem. De a parfüm illata átjárja a pergament, meglehetősen erős illat, tudod? Még mindig érezni. Ez a bizonyíték a te lány. Ezt nevezette a feltételezett áruláson bizonyítékának. Na ne nevettes! Birnának igaza van, Ceris. Ez nem elég bizonyíték, bármi gonosz tett rám. De a bátyát jár már sem állt elő semmivel, ami tényleg tisztára moshatná a családotok nevét. Csak egyetlen út állt előttünk. Horgan Lugos, idejét hagynunk ezt az átkozott várat. Gyertek, el kell döntenünk, milyen büntetést kapjon az Ankrét klán.
Nagy hibát követtek el. Csendet, Vándor! Várjátok! Anyám, azt mondtad nekem, hagyjam el a csarnokot a lakoma előtt. Miért? Fiam, ne most! Miért tetted? Hogy tehetted? Hogyan? Nem tudsz mit mondani? Nem adtatok hitelt Ceri szavainak. Nem adtatok hitelt a Witcher szavainak, de a fiúnak hitelt kell adjatok, aki a saját anyját vádolja. Ez a mészárlás az ő műve volt. Szégyent hozott magára, rám, a családra, a Klára. Svanridge, érte tettem, csak érted. Bevallottad tettedet. A járlok rangidőseként tisztázom az Ancred klán nevét, téged pedig Birna Bran halálra ítélek. Sziklához láncoltatsz, hogy éhség és szomjúság gyötörjön, és a tengeri madarak csipegessék szét a maradt vágyaidat. Na, a jobbulást akkor farkaskölyök. A parfüm elárultam. Birna hatalomvágya volt, ezt tudtam, de olyannyira, hogy ilyen bűn kövessen el. Mi van Svanridge-el? Mi lesz az ő sorsa? Elveszíti azotanát a nevét, a becsületét, a számüzetést választja, vagy a halált? De elég ebből. Akármi vár is ránk, elviseljük. Köszönöm, Geralt. Ismét. Szükségtelen. Ismét. Elég a szerénységből ez a hősök földje. Menz majd emlékeztet rám. Most pedig Gedenit be kell lovagolnom a járnok tanácsára. Ideje királyt választani. Mit gondolsz? Kié lesz a trón? Gyere velem, lásd meg magad. Mindenki meghallgatja a tanácskozásunkat. Jaj. Képzeljétek, srácok, meg lehet majd nézni azt, ahol Ceris Birna ki van láncolva, meg lehet majd nézni azt a helyet. Majd megnézzük ezután a küldi után, jó? Jaja, pont azt nézem, hogy meg lehet nézni, hogy ki van láncolva. Szóval persze, hogy csatlakozunk. Nekem is van tétje a választásnak, nehezen tudnám elutasítani a meghívást. Ahogy gondoltam, akkor indulás. Ez már az utolsó küldetés, srácok. A Gwyntet leszámítva. Épp időbe érkeztünk. Már elkezdődött. Nemrég adtuk át Bran király testét a tengernek. Ma véget ér a gyász. Ma az Istenek kegyelméből új uralkodó ül a trónusra. Fogadjunk hűséget neki! Tudom, hogy vannak, akik mást látnának a helyemben. Köszönöm azoknak, akik mellettem álltak. Itt, a Szent Tölgy tövében fogadalmat teszek, hogy jó királyné leszek egyiknek, s másiknak is. Azt akarom, hogy Skellige békében éljen és virágozzon.
Számítok a segítségetekre, hogy ez az álom teljesüljön. Seris! Seris! Őrölt logosznak ez nem tetszik. Jár már örül, hogy a nővére győzte le, és nem más. Na. Végre eljött a nap. Na, a király nélküli hosszú időszak véget ért. Skelligen járjai összegyűltek, hogy kiválasszák, melyik trónkövet előtt koronázzák Ben Kreere király utódjává. A klánok és a közrendű Skelligenek neves képviselői szorongtak a Szenttölgy körül Hintersfjallon, várva, hogy új uralkodójuk a koronázásának tanúi lehessenek. És ott volt köztük Rívjai Gerált is. Elvégeztetett. A Skelligenek szóltak, Serisen Kreetet választották új királynőjükül. Bár Skellige trónján ültek, már asszonyok, sok szigetlakó aggódott, hogy az ifjú Serisz nem tud majd megbirkózni a veszedelmes időkkel. Mások örültek az eredménynek úgy érezvén, hogy Serisz a garancia, a Skelligén egy nap felviradó békére. Kinek volt igaza? Az idő hamarosan eldönti. És akkor itt a királyi húzás is. Egy Skellige mondás szerint egy jó mulatságon ugyanannyi vér folyik, mint amennyi ser. Sajnálatos módon ezt valaki láthatóan szó szerint értelmeztem, és szörnyű mészállást rendezett a Kártroldi lakomán. A harmadik és negyedik roston sült kos között hirtelen jókora feldühödött medvék jelentek meg a mulatozók között. Mielőtt a becsicsentett harcosok előránthatták volna fegyvereiket, az állatok vendégek tucatjait tépték darabokra, köztük a trónkövetelők nagy részét is. Geralt a többi jelenlevő nagy részét meg tudta menteni, de nem állíthatta meg a por elültével krákra zúduló vádak és rágalmak áradatát. A megmaradt járlok azt állították, hogy gyermekei trónra ültetése érdekében szőtt összeesküvést. Egyértelmű volt, hogy amennyiben Ankrét nem tudja bizonyítani ártatlanságát, családját örökre eltemeti a hegynyi szégyen. Jármel és Serisz a tettek mezerére lépett, mindkettő a maga módján. Geralt tudta, hogy ha segíteni akar a nyomozásban, el kell döntenie, melyik Ankrétet támogatja. Geralt úgy határozott, hogy Serisznek segít. Ez nem volt meglepő. A lány nyugodt és módszeres megközelítése igencsak hasonlított arra, ahogy a Witcher maga is intézte a nyomozásait. Alapos vizsgálódás után Serisz és Geralt váratlan felfedezést tettek. Kiderült, hogy Arnvaldnak az Ankrét család mindedik hűszolgájának a keze van a mészállásban. Ő preparálta meg a húsokat vérrel és bizonyos növényekkel, amitől egyes vendégek medvévé változtak, és ő próbálta alattomos módon megölni Geraltot és Serisz, amikor már csak nem kiderítették az igazságot. Arnvald menekült, hogy mentse az életét, de nem jutott messzire. Geraltnak, aki griffek és vivernek üldözéséhez szokott, egy ügyetlen és rettegő lovas becserkészése nem jelentett gondot. Serisz ügyesen kialgatta a férfit és kiszedte belőle megbízójának nevét. Kiderült, hogy a tettes nem más, mint Birna, Brand király özvegye és az egyik trónkövetelő, Svanich anyja. Birnát kialgatta a járlók tanácsa, bár Geralt és Serisz döntő bizonyítékot szolgáltattak ellene, egy pillanatig úgy tűnt, a furfangos özvegy... A magnanimous dispensation! Jesus? Kiodina, köszönöm szépen a 90-es euróst. Jesus? Wow! Hát köszönöm szépen. Ne viccelj. Köszi a támogatást. Kiderült, hogy a tettes nem más, mint Birna, Bren király özvegyem és az egyik trónkövetelő, Svanich anyja.
Bernard kiallgatta a jálok tanácsa. Bár Geralt és Ceres döntő bizonyítékot szolgáltattak ellenem, egy pillanatig úgy tűnt, a furfangos özvegy kicsúszik az igazságszolgáltatás markából. Végül saját fia Svanich verte az utolsó szöget a koporsójába, aki nyomban megérezte, hogy hazudik, amikor a nő tagadta a vádakat. Birna megkapta a megérdemelt ítéletet, és az egykor büszke Tuir Shah családnevét bemocskolta a szégyen. Köszi, köszi, ne viccelj. Köszi a támogatásodat. Sosincs közben. Hát... szerintem most már értitek, hogy miért vártam ezt a két küldetést ennyire. A Skellige-i kalandokra... a Skellige-i kalandoknál ez teszi fel az íre a pontot. Nagyon klassz volt, nagyon jól körbezárta a dolgokat. Hát sajnos még maradt kettő kérdőjelünk. De ezek már főküldetésre várnak. Viszont ez itt már eltűnt. A zene picit hangosít most. Olyan bénán bánnak a hangokkal, Connor, sajnos. Gratulálok, nagyszerű uralkodó leszel. Köszönöm, nélküled nem lennék itt. Mit fogsz tenni? Figyelni, tanulni és figyelni megint, aztán meglátjuk. Jó terv. Egyesítem kell a klánokat, kerülnöm kell a háborút, de ha a népvel támadni akar, akkor együtt kell visszavennünk őket. A drummondi népek gondot okozhatnak, láttam lugoszt a ceremónia alatt. Füstölgött rendesen. A klányaink között mindig is viszály volt, de beszélnem kell vele, talán még sikerül is észhezt térítenem. Ja, szóval... vannak, amikor... Szurkolok neked, ég veled. Szóval van, amikor nagyon bénán bánnak a hangokkal itt a játékban, és ez is például egy olyan pont. Így hallod azt, hogy így a karakterek beszélnek egy szinten, egy hangerével, és konkrétan a zene az így üvölt. Tehát, hogy ha most lejjebb venném a játék hangját, akkor a zene halkabb lenne, meg a beszél is. De hogy itt most nagyon hangos a zene. Rendben vagy? Nagyjából, akárhonnan is nézzük, egy fehér nép győzött le. Nem csak egy közönséges fehér nép. Úgy igaz, de ha már így kellett lennie, örülök, hogy Ceres volt az. Büszkének kellene lenned rá. Egy kicsit igen, kicsit büszke vagyok, hisz vér a véremből, hús a húsomból, de el nem mond neki, hogy ezt mondtam, még dagasztaná a keblét a dolog, bár jobban belegondolva, az jól állnak neki. Megmutattuk Lugosnak, ez a legfontosabb, láttad mennyire feldühödött? Azt hittem felrobban. Igen, meglepett, hogy ennyire felkapja a vizet. A klányaink mindig is egymást agyabugyálták, ez a helyi szokás itt. Vigyázz magad, jár már. Azt nem tudom, hogy lehet-e itt még valakivel be... Ja, Rakhal. Kicsatansz a büszkeségtől, úgy látom. Ha, hát ha még tudnád, farkas, mondd csak. Melyik másik járnak vannak még ilyen gyermekei? Kár, hogy az anyjuk ezt nem élhette meg. Ceresben jó királynő lesz, talán végre összetudja fogni a klánokat. Reméljük. Ha nem, itt leszünk neki, én meg Hjalmar. Ha szüksége van rá, fegyvert ragadunk érte. Nice. Ja, a többiekkel már nem lehet beszélni. Jó. Na. Azt nézzük most meg, hogy tudunk-e beszélni Lugosszal. Megnézzük, hogy Lugosz mond erre a történetre valamit.
wander about with nary a fear. Keresd meg Krak barátodat, ha beszélgetni akarsz. Farewell. Oké, akkor ez választ adott a kérdésemre. Jó, és akkor... olyat csinálunk még, hogy... elmegyünk. Hát elvileg valahol itt van a parton. Mármint, hogy aki a parton van, az a Bren özvegy, a Birna. Aha, már meg is néztem, hogy hol van. Megnéztem, hogy hol van, úgyhogy már oda is tudunk menni. Na, most kicsit csendesedett amúgy a muzsika. Ezt én nem tudtam korábban. Gyanítom, hogy kevesen találkoztatok amúgy ezzel. Vicces egyébként, hogy mennyi ilyen dolgot tesznek amúgy a játékba. Hogy így... döntesz valahogy, csinálsz egy questet, és így... ilyen következménye van. Jó, harcoljunk. És akkor mehetünk tovább? Okay. Ők nem is akartak igazából harcolni, látták, hogy megöltem a rokonukat. Na, szóval, hogy elvileg valahol itt kell... Na, akkor az lesz az. Aha. Ott van. Birna Bran. Horrific death. Szörnyű halál. Gerált, mert egy selfie. Én csak ma vettem észre, hogy annak a himes nyavajának az a szarvai árnyaként látszanak a jár fele fölött a szeriszes küldibe. Ja, igen. Igen. Nem emlékszem el, hogy hívták őt. Ő milyen bestia volt, nem jut eszembe. Valami H betűs volt. Furdaló, az egy furdaló volt. Ja. Szia Tajti, szevasztok srácok. Biztos, hogy nem harcolunk már, ne haragudj. Felrakok egy ilyet, de nem harcolunk. Szia. Kapott azért egy égetést. Hát elből okul. Szörnyű halál, de hát kiintéztel. Geralt nem ölt embereket. Ezek ők voltak. Hát igazából még per pillanat még nincs kész a Skellige. De mindjárt kész lesz. Tudjátok, hogy mi hiányzik? Ez. Schuster hiányzik nekünk.
Szia Blade, Mizu is. Na. Rálépünk a küldetésekre. És akkor azt mondják, hogy Ermion, Gremist, Krakenkrét, Madman Lugos és Shusta. Na, nyomunk egy F5-öt. És let's go! Shuster, aki, akit most elverünk, és aztán levágatjuk a szakálunkat. Hey, Shuster. Úgy hallottam, tudsz gwintezni. Dehogy nem, nagyon it's szeretek játszani. Van hozzá kedved? Igen, játszunk. I'm ready. Let's do this. Északi királyságos paklival nyomja. A tiszta időre nincs szükségünk. Jó. Amúgy nincsen kémünk, ez nem tetszik. Megpróbálunk kivenni ide egy ketteset. És egy keszeget húztam, édes Isten. Csap ki a Geráltot! Szörnyű. Ellenfelet passzolt. Nem valószínű, hogy nyerünk, srácok. Ez komoly. Igen, nekünk is van. Jó, itt most passzolunk. Bakker. Mármint, hogy most húzott egy lapot, mert ő nyert, de hogy egy lapot. Ellenfelet passzolt, konkrétan. Tehát konkrétan passzolt ellenfeled. Akkor nem is rakunk le semmit. Kösz szépen, Shuster, jó menet volt. Bravo, nagy győzelem. Gratulálok. Kártyagyűjtő, achievements. Yes. Jevin. És Emir Vare Emreis. A fehér láng kártya. Gyűjtsd össze mind, teljesítve. Fú, bakker, akkor most az összes gwintes küldit ki lehet pipálni. Visszamenőleg is. Bátran és nyugodtan. Na, most Skellige kész van, srácok. Most már kész van.
És ha minden jól megy, akkor nem csak, hogy Skellige van kész, hanem a kis Gwyn kalauzunk azt mondja, hogy gratulálunk, teljes a gyűjteményed, megszerezted az összes jelenlegi elérhető kártyát. Kaptunk egy számszeriat az előző koronázós questért, az égből pottyant halált. Yes. 62,9%-nál állunk most. És hát az a helyzet, hogy Skellige az fullosan ki van pipálva, tehát Skellige annyira 100%-os, hogy ténylegesen, de ténylegesen mindent megcsináltunk. Egészen a Ronda Baba küldetésig. Novigrádban kimaradt 3 küldetés. 4. A Message from an Old Friend az kimaradt. Sajnos. Ahogy látom. Az nem tudom most így per pillanat, hogy miért maradt ki. Kimaradt a Final Kindness, ami a kérés küldetés, hogy Radovidhoz megy. Az kimaradt. Illetve az It Takes Three to Tango, ami akkor érhető el, hogyha románc van Yennefer és Triss irányába is. És most nézem, hogy még mi maradhatott ki. Velen környékén mi maradhatott ki. Kimaradt a Witcher 2-es küldetés is Velenben. Illetve ott, mintha eventek is kimaradtak volna, de ebben nem vagyok biztos. De... hát igazából... mondhatjuk azt, hogy 99,9%-a a küldetéseknek megvan, amit most meg lehetett csinálni. Na nézzük! Arra vagyok kíváncsi, ez most itt milyen ritka. A játékosok 4,8%-ának van meg ez az achievement, a kártyagyűjtő. Illetve a Kerr Moreni kiképzés az meg a játékosok 4,1%-ának van meg. És ez úgy lett meg, hogy nem akartam. Tehát, hogy ez nem volt szánt szándékkal. Van itt egy ilyen, hogy gyűjtsd össze a Skellige pakli összes hiányzó lapját, és ez nincs meg. Azt hogy? Szerezd meg az összes képességet az egyik ágon. Micsoda. Ja, látom. Gyújtsd be a sárkányálom gázszelőjét egy lángoló ellenféllel. Ez a sárkányálom. Ja, az a bűz. De durva. Az akció használatával kényszerítsd ellenfeled egy másik megölésére. Vagy meg 10 ellenfelet az ADL használatával a mélybe taszítva. Okoz egyszerre vérzést, mérgezést és tűsebzést egy ellenfelen. Végez 50 humanoid ellenféles számszeríjjal. Legyél 7 különböző főzet vagy ital hatása alatt egyszerre. Oké. Nyerj egy kör Gwyntet legalább 187 összesített erővel. Ez még nem jött össze. Mi van még itt? Globális statisztikánk alapján csak elmondja, hogy még mi az, ami hiányzik. Hasta la vista. Aha, hát nem mondja el. Amikor nagy a túlelőm, ez meg mi volt? Az igazi mészáros. Dávid és Góliát. Hát igen, vannak achievementek még bőven, amik így hiányoznak. Az achievementek 69%-a van meg. Ja? Schuster. Hey, Schuster. Vágd le a hajam, Schuster.
Ez most nagy megnyúvás, srácok, hogy ott tartunk, ahol tartunk. So long. Jó. Hát jöjjön, aminek jönnie kell, srácok. A ronda baba. Geralt tudta, hogy Uma jelenleg hollószírtán van. A báró banditái, akik durva tréfákra éheztek, udvari bolondot csináltak belőlem. Geralt tudta, hogy ennek véget kell vetnie, és a szerencsétlen teremtményt el kell hozni a velemből, majd Yennefer segítségével meg kell törni az átkát. Ez a mostani küldetésünk. És ez... főküldetés. Tehát végre folytatjuk a főküldiket. És innentől megy minden szépen sorba. Mert hogy most már főleg csak főküldetések lesznek. Toilet paper. No. Azt nézem közben, hogy itt majd lesz valami. Aha, nem lettem okosabb, hogy ez most így micsoda. 11:00. Még egyszer 11. Jó. Oké. Dinácsányszok, csak így utánaolvasok, hogy így ennél a küldetésnél mire lenne érdemes odafigyelni, hogy így ne hagyjunk ki semmi érdekességet. Szia, TV is. Jól vagyok, köszönöm szépen. Igen, ez a Next Gen update-es Witcher. Ezt jól látod. Azt írja, hogy ez az Ugly Baby egy esernyő quest. Ami azt jelenti, hogy egy csomó azt követő questet meg kell csinálnunk. Nem lesz gond. If only me man were forever getting tossed at the tavern. Neki kéne elnom, de lassan jön a WoW Season 2. Jaja. Így van, így van. Gyorsan eladunk még itt egy-két gírt. Geralt. What do you say? Azt mondja, hogy igen, a speaker ugit eladjuk, azt is eladjuk. Hát és ahogy itt látom, már csak legendary cuccok vannak nálunk, úgyhogy ezen itt nem nagyon tudok spórolni. És a zerikániai nyereg az 80-as állóképességgel rendelkezik, oké.
És olyanunk még nincsen. Versenynyergünk viszont már van, úgyhogy azt el tudjuk adni. Jó, Zeriken lószelmen lenzőnk is elvileg van, úgyhogy azt is eladhatom meg nyugodtan. Úgy nézek ki, mint egy őszit. Geralt fullba tolja a potikat. Hol van az effetom? Jó. Beszélnünk kell. Mégis miről? Uma, azért jöttem, hogy elvigyem. Uma, gonna take him with me. Engedélyt kell kérni a bárótól, viszont nincsen itt. Nem azért vagyok itt, hogy bármit is kérjek. Ide figyelj, megpróbálhatsz megállítani. De azzal hibát követsz el. Végzetes hibát. Azt hiszed, ettől most magam alá piszkítok? Bizony azt kéne tenned. Jó, vicc csak. A nyomi nem éri meg a vért. Keresd meg a lovász fiút. Boldogan odaadja majd. A mocsok désmálja az abrakos zsákokat. És kellemes utat mindkettőtöknek. Fogad érte hálában. Ezekre a részekre már csak haloványan emlékszem. Elviszem Omar. Nem lehet csak úgy. Ardell őrmester azt mondta, megteltem. De azért hozzad vissza, jó? Marra unalmas ám nélkülem. Szórakozz mással. Mit tudom én, fogd össze néhány békát, dugjál szalmaszálat a seggükbe és fújd fel őket. Ez valami Witcher játék? A Witcherek másként játszanak. Ne kelljen megmutatnom. Nyisd ki az ajtót most! Opa! Szervusz, kis ember! Ő keszeg? Elvisz minket Kármoránba. Na, menjünk! Majd mint bébi oda. Kaja! Elég a szórakozásból, menjünk. Úgy látom, is társaságunk lesz, Nilfgaardi harci mének. Mit akarsz? Ma megharagítottad a császárt. Akkor valaki mástól kell segítséget kérnie. A császár senkitől nem kér semmit. Velünk jössz Vizimába. Ebben te biztos vagy? Ne is álmodj róla. Na jó, mutasd az utat. A harmadik hadsereg pedig nyugatról tör be, hogy elfoglalja Benglint. Ha megengedi ő császári felsége, kéményk jelentése szerint Benglin így helyőrség szinte kizárólag zsoldosokból áll. Ez a csávó amúgy nekem olyan, mintha így a
az Oblivionból lennem. Így egyetlen ember se kell csatába veszítenünk, időből pedig még annyit sem. Rendben, adja ki rá a parancsot, aztán lehet vitorlát bontani. Értettem, azonnal! Szia, Sidney! Your Imperial Majesty. Császári felség, Yennefer. Az igen, még Uma is meg tud hajolni. Nem azért hoztuk ide, hogy udariaskodjunk egymással, jelentést kérünk. Ahogy parancsolja felség. As you wish, Your Majesty. Siri. Siri, szóval ez az ember a kulcs annak, hogy megtaláljuk. Umama. Van ez a szám, umama. Jaja, pergetjük a Witchert. Három tiszta nyomot is adtunk, olyan forrak voltak, hogy szinte sütöttek. Megkaptad a kémek és az vagy varázslónk segítségét is. És a lányunk helyett ezt, végül ezt a szörnyeteget hozod ide. Reméljük, van rá magyarázatod. A saját érdekedben nagyon reméljük. A helyzet az, hogy tűt keresek a szénakazalban. Olyan tűt, amelyik bármikor. Mi is tudjuk, hogy nehéz a feladat, na és akkor? Ide figyelj, a valaha létezett legnagyobb birodalom óra vagyunk. Háborúban állunk éjszakkal, 10 000 szám várják az emberek a parancsainkat, miközben ide az a kereskedő cégek és nemesek a megmutatásunkon mesterkednek. Csak nem gondolod, hogy megszánunk, amiért nehéz a dolgod? Tudom, hogy hol volt és mit csinált, Siri. Követem az ő felségétől kapott nyomokat. Siri először Skelligén tűnt fel, egy varázslóval, egy tündével. Ilyen többet tud erről mondani. A vadhalkkal rájuk akadt, megtalálta őket ott. Kénytelenek voltak elmenekülni velemből, ahol elszakadtak egymástól. Siri egy ideig az egyik helyi hadúrnál, egy önjelölt báronnál tordozkodott, aki igen, jól ismerjük a hűbéreseinket, aki segített nekünk eljutni Novigradba. Siri ott aztán rálépett a város néhány alvilági vezérének a gyúk szemére. Menekülnie kellett, visszatért Skelligére. Ott aztán találkozott a tündével, és a vadfalkával ismét. Siri és a tünde menekült, ki a tengerre, a hajójuk más kikötött, és csak a tünde volt a fedélzeten. Ezzel nem sokra megyünk, de legalább te láthatóan nem lustálkodtál. PS3-on játszol? Mostában 5-ön szoktam játszani, amióta megvan, de most PC-n játszok. Meg lehet, hogy ez a szörnyeteg ő felsége lánya. És csak itt az egerentyűm. De be van dugva a kontroller. Kábelem. A teste egy átok eredményeképp néz ki így. Valaki rejlik bennem. Meg tudod törni az átkot? Milyen belástam magam a témába, kérdezősködtem is, de a megtöréséhez ismernem kellene, milyen szavak hangzottak el ráolvasásnál. Dandelion mondta, Siri mesélt róla neki. Végre sikerült kellemes meglepetést szerezned, Yennefer úrnő. Kérlek, felelj a kérdésünkre. Igen, azt hiszem sikerülne, de mindenképpen. A részletek már nem érdekesek. Geralt, nem sok eredményt tudsz felmutatni, de még ez is több annál, mint amennyit a kém csapatunk semmire kellői kiderítettek. Megkapott tőlünk az ígért jutalom felét. Másik felét majd akkor, amikor elhozott Sirit. Négyezer pénz. Úgy legyen. Fine. A beszámolónak végem, a legközelebbi viszontlátásra. Mert hogy ugye az a cél, hogy visszahozzuk Sirit neki, a császárnak.
Hová lett az a felvágott nyelved? Hiszen olyan szerint voltál akár egy aretúzai novícius, akit most hívtak be a dékánhoz. Egyszerűen csak tudom, mikor engedhetem meg magamnak a büszkeséget, és mikor kell lenyelnem. Á, már értem, ezek szerint előttem azért villogtatod a karmaid, mert csak egy seonnani Witcher vagyok. Ezt tényleg most akarod megbeszélni, Geralt? Máskor és máshol is feszekedhetünk olyan helyen, ahol nincs füle a falaknak. Hogyan törjük meg az átkot? Fontos információ. Nincs fontos információ, az majd később lesz. Hogyan törjük meg Uma átkát? El kell vinnünk Kermoránban. Jut eszembe. Geralt, bocsáss meg, de nem tudlak Umával és Keszeggel mind a hármatokat eltelaportálni úgy, hogy... Ne aggódj, majd csak eljutunk oda gyalog. Fúj! Vigyázz magadra! Várj! Tessék! Talán jobb, ha megtartod. Valóban. Mennem kell. Szia, Miki! Szevasztok, srácok! Siri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. És így jutott el Kaer Morhenbe. Witcher a Geralt! De menő volt ez a jelenet, basszus. Már nem is emlékeztem. Nem is emlékeztem erre, hogy lenyugtattak ezeket. Villásfarkok, ilyen közel az erődhöz. Valaki nagyon lazsál. De gyönyörű, basszus. Kaer Morhen gyönyörű. Gyönyörű, basszus. Elképesztően gyönyörű. Na hát, kit fújt ide a szél? Régóta nem fordultál meg itt. Túlságosan is rég. Na és milyen volt az út? Nyugodt, már ha nem számítjuk a villásfarkút, amelyik néhány mérföldre innen elszállt a fejünk alatt. Az utasom egy kicsi ideges lett tőle. Mamma. Mit kaptunk? Számos testi torzulás, szemfül, orrtimpa, nyúlszáj, és ez? Mamma. Jó, csak nyugalom. Yennefernek egy dologban igaza volt. Ez az izi aztán minden, csak nem szép. Miért vagy ilyen koszos? Hogy sikerült ennyire összekoszolódni? Tessék, ja ez, messzet kevertem a habarcshoz, meg kell javítani a falakat, mielőtt összeomlanak. Sok munka egy embernek, Lambert és Eskel nem segít? Ennek meg mi értelme? Nem, Yennefer fontosabb feladatokat talált ki nekik. Na, mi a hónap jóira? Egy hét múlva munkába állok. Na, királyság! Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni majd a meló. Jen már itt van? Jen's here already. And how? Méghozzá hogy? Veszekedtetek? Geralt, tudom, hogy egy, hogy is mondjam, felvilágosult, határozott nő, de hát udvariasság is van a világon, nem? Fúj, ide teleportál, se bű, se bá, még annyit sem mondta, hogy örülök, azonnal belvág, meg kell törnünk egy átkot, meg kell csinálni ezt, azt, úgyhogy Eskel és Lambert pattanjatok. Aztán elfoglalja a vendégszobát és neki lehet átrendezni. Kidobta az ágyat az erkélyen. Teljesen jó volt ez az ágy. Pont ugyanezt mondtam én is. Színált tölgyfakered, puha matrac. Tris mindig azt mondta, hogy... Á, már értem.
Vagy ez, vagy ilyen tényleg utálja a túlöltve a bútorokat. Mit forgat ilyen a fejében? Bárcsak tudnám. Mármint, hogy nem mondja el neked? Elmondta, mire van szüksége az átok megszűréséhez, de azt nem, hogy mi a terve velük, pedig kérdeztük. Furcsa viselkedés. Örülök, hogy észrevetted. Hol vannak a többiek? Eszkel vilácsfarkúakat kerget, az elszaporadásuk még csirályabbá el kell folytani, és mi a jenefennek is kellenek a szerveik, hogy hozzávalókat pároljon le belőlük. Szóval, ahogy mondani szokás, két legyet ütnek egy csapásra. Embert az erdőben van, készül, hogy kimenjen a hegyekbe, elemi erővel dúsítani a fiolát. És Jen, a megaszkópját állítgatja össze éppen. Kérte a segítségemet, egy csipogó szerkentyűvel járkál és keres valamit. De túlságosan is öreg vagyok már ehhez a... az ostobasághoz. Szólnom kellene neki, hogy itt vagyok. Ha te mondod, de... ne gondold a nyakadba borul, amikor meglát. Jól van. Jó bevásárlást, Zodiac. Szóval van olyan küldünk, hogy segíts Jennifernek megjavítani a megaszkópját, beszélj Lambert-tel az elemek köréhez vívő útról, és keresd meg Eszkelt, és segíts neki levadászni a villásfarkút. Van egy olyan feladatunk, meg kell találnunk azt az ágyat, amiről beszéltek, hogy Jennifer kidobott. Ti tudjátok, hogy az hol van? Először is nyomunk egy mentést. Csali a villásfarkúaknak. Nagyon ismerős ez a Fortnite pálya. Ezt a pályát már ismerem a Fortiból. Itt jön le a hajó, és itt kell csapkodni. Nagyon szépen ellopták ezt a Fortis pályát ide ebbe a játékban. Érdekes. Érdekes. Megcsinálták az ágyat a vízbe? Nem tudom, hogy hol lehet az ágy. Azt kell megkeresnünk, hogy hol lehet az ágy. Mielőtt még bármilyen küldibe belekezdenénk. Szóval kidobta az ágyat, azt mondják. A felső várészbe balról az épület mellett. Ó, köszi szépen, Pilc. Szia, Pityikám. Hoho, hoho, ez micsoda? Berengár jegyzetei. Ezek a papírok évek óta itt heverhetnek. Micsoda nyíves egy vasdarab, egy héten át izzadok a fújtatónál meg a tűznél, és hogyhogy nem, ott van Thor Herne. Ott fénylik a kezemben, és aztán kész, az első gyakorlásnak szánt csapásnál szilánkokra törik. Bizonyára elrontottam valamit az ötvözet összeállításában, vagy túl gyorsan hűtöttem le az izzítás után. Nehéz megmondani, azt hiszem, egyszerűen megpróbálom újra, de nem itt, mert Vezemir már gyötör engem a hülye bölcsességeivel. Tudhattam volna, a tanácsát kérem, azzal a feneketlen méreg poharat veszek magam elé. Nem tudom, Geralt, hogyan bírja ki ezt, és nem örül bele. Ma csak egy kardon dolgozott, és a jegyzeteiből ítélve nem is akármilyen kardon. Beszélnem kell Vezemirrel, talán Berengár tanácskozott velem. Nice. Aha, és itt is be lehetett volna ugrani.
Hát ez szerintem akkor felejtős. Jó sok páncéljavító van amúgy. Mindent meg kell néznünk. Azt írja, hogy bejárat? Nem ír most ki semmit. Az előbb pedig kiírt. Ez azt írja, hogy zárva. Oké, és ez nyílik. Gomba. Asztalat. Hát ez iszonyatosan sok javító. Elszerelés. Az is ott zárva, nyilván. Aha. Jó. Elfeledett farkas iskola felszerelés tárgykészítési ábrák. Azt még megnézzük, hogy itt van-e valami. Bár innen ugrattunk le. Jól van. Azt még megnézzük, hogy itt van-e valami. Szögek. Jó, mehetünk tovább. Az helyzet nagyon szépen átrakták Fortiba ezt a pályát. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen részletes lesz. Már tökre nem emlékeztem. Oké, itt ki tudunk majd menni. Megnézzük, hogy itt fönt mi van. Akadály, az van. Jajjaj. Nem, hogy itt tök mindegy. Minden bizonyíték benne, úgyhogy hát mindent össze kell gyűjtenünk. Itt is minden bizonyíték. Hoppá, hoppá, na tessék. Az északi háborúk, a mítoszok, hazugságok és féligazságok tükrében. Northern wars, myths, lies and distortions. Historical treatise by Restif de Montalon. Missing some pages. Hiányzik pár lap. A történészek többsége Joachim Devet pörét, elítélését és kivégzését Emir császár erőszakos, kegyetlen és zsarnoki természetének tudja be. Sok szerző hajlamos azonban az igazságot a szenzáció oltárán feláldozni, és a történeteket a személyes bosszú hipotézisének szemszögéből vizsgálni. Itt az ideje, hogy visszatérjünk a tények talajára,
és szembenézünk a valósággal, ami tudományos és tudományos körökben már régóta nyilvánvaló. Devet herceg oly módon vezette a Verdenhart csoportot, melyre az inkompetens még hízelgő kifejezés. Noha kétszer szembeli fölényben volt, csak késletette az északi offenzívát azzal, hogy minden figyelmét a verdeni gerillák elleni küzdelemre fordította. A Verdenhart csoport példátlan kegyetlenséggel bánt a polgári rakossággal. Az eredmény előrelátható és elkerülhetetlen volt. A felkelők a télben beálltakor csupán fél ezren voltak. Tavaszra azonban szinte az egész ország fegyvert fogott a megszállók ellen. A birodalomhoz hű Ervil királyt, aki életét vesztette, fia, az északpárti Kirstrin koronaherceg követte a trónon. A szkeriki kalózok által szorongatott szemből az északi Cidarsi offenzívától átúról felkeréstől. A szkeriki kalózok által szorongatott szemből az északiak Cidarsi offenzívájától hátulról felkeréstől fenyegetett Devet átláthatatlan küzdelme bonyolódott, melyben egyik vereséget szenvedett el a másik után. Ez viszont késleltette a központi hadsereg csoport támadását. Ahelyett, hogy az északi oldalvédet semlegesítette volna, ami a feladata volt, a Verdenhart csoport Menno Quehorn erőit kötötte le. Az északiak nem késtek kihasználni az alkalmat, és ellentámadásukkal áttörték az ostromgyűrűt Majena és Maribor körül, megakadályozva e kulcsfontosságú várak gyors visszafoglalását. Devet alkalmatlansága és ostobasága a morálnak is kárára vált. A Nilfgaardi legyőzhetetlenség mítosza szerte foszlott, az északi seregekbe pedig százával üzönlettek az önkéntesek. Na, hát ugye, miért hiányzik itt a WC-be pár oldal a könyvből? Olyan miért hiányzik? Ezzel törölték a Witcherek a hátsójukat. A felső várészben balról az épület mellett. Akkor elvileg itt kéne lenni az ágynak? Ha. Triss's earring. Triss fülbevalója. Még jó, hogy én találtam meg. Azt nézem, srácok. Hogy ezt még, ha fölveszik, ezt még oda tudjuk adni Trissnek. Jaj, térják, hogy itt két fontos dolgot is találhatsz a falaknál. És az egyik ez Trissnek a fülbevalója. Hát elvesszük. Igazából már eldöntetett. Get it back to Triss. Visszaviszem Trissnek. A játék már is mentett. Ja, nem adjunk átra semmit, Ben.
Hát ez már eldöntetett, de attól még Trisznek visszaadjuk a fülbevalóját. Köszi szépen amúgy, Pritz, tényleg ott volt. Na, az a neve a karnak, hogy ellenfél, wow. Szerintem ezt mi nem tudjuk jobban megmászni. Tehát, hogy nem tudom. Ja, dehogy nem. Dehogy nem! Mondjuk vicces, hogy felvettük Triss fülbevalóját, az kiírt a játék, hogy mentve. Hát én a Kermorenbe itt még sose jártam. Az a helyzet, srácok. Itt még sosem. Szerintem. De ezt is basszus, milyen szépen átrakták a Fortiba. Ja, most így visszajövünk az elejére. Aha, Kaer Morhent. Ilyen custom mapként van benne Kaer Morhen. Küldetések is voltak hozzá az előző szezonban. Meg lehetett szerezni Geraltnak az ezüst pengéjét, mondjuk pont nem ez volt kötve, de hogy voltak ilyen questek. Kaer Morheni questek. Rohadt jó volt. Igazából ahogy látom, ennek annyi értelme van, hogy itt lehet így skippelni. Ja, ezt a pályát is a Fortiból lopták, igen. John Wick-kel együtt. Hát most a Fortis csávóról csináltak filmet, érted? Hát most így, hogy lát. Fenébe már megint szivárog, mondja Lambert. By the way, jut eszembe még a Diablo 4-hez kapcsolatban, a Corpse Explosion-t nerfelték, a minimumokat buffolták, de kevesebb ideig állnak. Szegény Corpse Explosion. Pedig a Corpse Explosion mindig menő volt, mondjuk nem a no-costos Corpse Explosion, de attól az még menő volt mindig. Mindegyik Diablóban. Vagy valami volt. Nem tudom már mi volt, de hogy nem volt ilyen erős. Nem kerül ma se semmibe, csak damage 100% csökkent. Aha. Akkor jó. Azt hiszem annó... Nem emlékszem már, hogy volt. Nem emlékszem, hogy volt a Corpse Explosion. Igen, választotta a Night vagy Isastabat, aha. Ú, de befostam. Nyilves kristály! Úgy döntettél, hogy felrobbantasz mindent?
Geralt, sajnálom, nem vagyok vicces kedvemben. Mi rág így? Lássuk csak, ez volt a harmadik szép a tanúkristály. Egy hét eltelt és Lambert még mindig nem csinálta meg, amit kértem tőle. Vezemir rossz indulaton ragaszkodott hozzá, hogy éppen az ablakom alatt levő falat újítsa fel, ezért minden reggel, mikor pirkadatról kovácsolni kezd közben, pedig ez kell, mint a vilás farkú vadászat helyett gombát szedni ment volna. A többiek szóval nem egészen tetszik nekik, ahogy viselkedsz. Aha, ugyan miért? Mert nem vagy hajlandó elmondani, mit is tervezel. Úgy bánsz velük, mint az apródokkal szokás. Nem vonod be őket, vagyis minket, mert én is ugyanezt érzem. Mindent elmagyarázok majd, amikor itt az idejem. Először fejezzük be az előkészületeket. Hall, nem bízol bennünk? You got trust issues with us? Nem, tulajdonképpen attól tartok, hogy ti nem bíztok meg bennem. Ezért inkább titokban tartok egy-két dolgot. Egyelőre. Eléggé nyakatekert gondolkodás. Most lenne annak tűnik, de idővel megérted majd. Hallom, mit műveltél az ágyjal? Tényleg jobban szeretsz a padlón aludni? Én nem tanácsolom. Borzasztóan hideg tud lenni a kő. Őszintén szóval inkább a fagyoskodás, mint hogy a vörös hajszálakkal teli ágyba feküdjek. Annyira feldúlt vagy Chris miatt, hogy a bútoron kellett kiélned a haragod? Talán jobb lenne, hogy valami más módon... Geralt, nem akarok bosszúálló hárpiának tűnni, de történetesen ebben az ágyban kefélted egy kedves barátomat. Igen, tudom. Elvesztetted az emlékezetedet. Mindegy. Egyezünk meg, hogy én többet nem cseszegetlek, te pedig nem hozott szóba azt a hülye ágyat. Áll az alkú? Agreed. Splendid. Pompás, akkor most foglalkozunk sürgetőbb kérdésekkel. Na. Mondtam fél órája egy fontos info, vagy legalábbis 20 perce, most van fontos info. Tehát, hogyha itt azt választjuk, hogy Trisszel románcolunk, akkor Jent meg lehet kérdezni úgy az ágyról, hogy beleteleportál az éjszakra levő tóba. És aztán vissza lehet jönni és elmondani neki azt, hogy szép kilátás. És akkor még messzebbre teleportál. Ja nem. Azt mondta, hogy még jó pár mérfölddel távolabbra kellett volna teleportálnia. Mit tegyek? Először is segíts Eskelnek és Lambertnak. Az egyiknek világsvarkú gerinc előtt kell hozni, a másiknak elemi erővel kell megerősíteni a fiolát. De egyiket se láttam még. Rendben, beszélek velük. Még valami? Igen, van még egy apróság. Te is láttad, a megaszkópom nem akarja az igazságot, méghozzá elég látványos módon. Biztos vagyok benne, hogy valahol a közelben van egy energiaforrás, ami zavarokat idéz elő, és hibás működésre készíti a kristályokat. Meg kell találnunk és ki kell iktatnunk. Gyorsan, kapcsolatba kell lépnem valakivel. Sürgős. Kivel szeretnél kapcsolatba lépni? Vagy ez is titok? Egyáltalán nem titok. Ida, Emin, emlékszel rá? Hogy is feletetném előtt? A szövetség tagja. Tündebölcs. Pontosan, egy bölcs. A neve is jelzi, hogy sokat tud. Szeretném a tanácsát kérni Uma kapcsán. Most már boldog vagy? Ó, a te varázslónő barátaid. A bölcsek is, meg a nem annyira bölcsek is. Előfordult már, hogy cserben hagytak. De ha kell, akkor kell. Bárcsak mindegyikük kapcsán ilyen ennyire óvatosan viselkedtél volna. Mindegy, nem érdekes. Köszönöm az engedélyedet. A női mindegy. Jaj. Hogyan tudom ezt megoldani? All right. How do I find the source? Jaj, nagyon jó. Használd ezt a potestas felismerőt. Potesta
Potesta, postás felismerős? Cifrán hangzik, jó bonyolult lehet. Pedig egészen egyszerű. Fogd meg jó erősen, mozgass körbe és minél hangosabban visít, annál közelebb vagy hozzá. Kérlek, kímélj meg az éretlen tréfáitól. Na, mire válsz még? Ah, még valami? Thank you, Geralt. Köszönöm, Geralt. Hoppá! És hogy nézett a végén, azt láttátok? Új küldetéstárgyad van, készítsd elő a használathoz a felszerelés panel megfelelő helyére téve. Aztán válasz ki a gyors elérés menüből, bla bla. Zavar. Én mindig addig idegesítettem, hogy elteleportálja Geraltot a tó fölé. Nekem az lehet kimaradt, mert nem rémlik már egyáltalán. Na, kaptunk egy ilyen postás fölismerőt, srácok, és elkezdtük a Witcher 3 alapjáték befejezését hivatalosan. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy legközelebb már javában a végében leszünk, úgymond. Nyilván nem a következő, és nem is az azutáni streambe fogjuk befejezni a játékot, de ez itt már a végjáték. Ez itt már a végjáték. Én nem tudom visszatölteni, mert ahhoz nagyon vissza kell tölteni, mert ez az elteleportálós móka, hogy elteleportáljon ilyen, az csak akkor van, hogyha Trisszel vagyunk jóban. Ha jenes endinget viszünk, akkor itt nincs elteleportálás. Hát ez nagyszerű. 63%-nál járunk. És eddig? Mondhatni majdnem mindent megcsináltunk, amit csak lehetett. És még két achievementet is szereztünk most. Az egyik az volt, hogy meglett az összes Gwent lap az alapjátékból, illetve meglett a 10 hatékony ellentámadás sorozatban védekezés vagy sebződés nélkül. Úgyhogy elképesztően jól haladtunk, srácok. Elképesztően jól. Ott vagyunk, ahol a játék kezdődött. Igazából. Eddig ez hány óra? Hát... valami 150 körül vagyunk szerintem. De a karakterünk mindjárt mond egy pontosabbat. 130. Ez 130 óra. De hát ebben nincs benne az, hogy... tehát én inkább azt mondom, hogy ez olyan 140 körül van valahol, mert ugye ma is csináltunk egy küldetést úgy, hogy megnéztük az egyik oldalt, és megnéztük a másik oldalt. Ja, és ez csak az alapjáték, de nagyon fontos, hogy ez úgy alapjáték, hogy ha az összes küldetést nézzük, akkor 63%-nál járunk, és... hát szerintem olyan 70 párnál fogunk járni, mire végzünk az alapjátékkal, tehát így a százalékok alapján a DLC-k már nem olyan hosszúak. A Blood and Wine hosszú, Heart of Stone az rövidebb, de mindenféleképpen jó kaland lesz. Azok mindenféleképpen... hát a Blood and Wine olyan hosszú, mint egy Skellige, így nagyjából a kérdőjeleivel együtt. Tehát abból is lesz legalább 10 stream. És most járunk a 43-nál. Tippen nem kéne, olyan 50 alatt fogjuk befejezni a játékot. Lesz egy 3-5 stream a Heart of Stone-ról, és lesz legalább 10 stream a Blood and Wine-ról. Úgyhogy ez még eltart egy ideig. Ez még eltart egy ideig, srácok. Remélem, hogy élvezitek a Witcher streameket,
ez több szempontból is egy különleges stream, ahogy a végigjátszásaim egy része, mint a Dark Souls 3-as is volt. A mindent megcsinálós Dark Souls 3-as végigjátszás. De jó is volt az.